több százan vettek részt a meleg büszkeség felvonuláson Madrid utcáin. A spanyol Orgullo Mádo Európa egyik legnagyobb és legnépszerűbb Pride rendezvénye, amely évente körülbelül 2 millió embert vonz. Ezúttal a koronavírus járvány miatt korlátozták a résztvevők számát. A Pride héttől függetlenül a közbeszédet jelenleg Spanyolországban az úgynevezett trans törvénytervezet foglalkoztatja. Nincs az a baj, hogy ilyen kevesen vagyunk, mondja az egyik felvonuló. A lényeg, hogy ünnepeljünk, hogy az emberek rájöjjenek, hogy nem történik itt semmi rossz, és mi nem bántunk senkit. A parlamentnek jövő héten kellene szavaznia a tervezetről, amelyben az áll, hogy Spanyolországban a 16. életévüket betöltők szabadon dönthetnek nevük és nemük megváltoztatásáról, anélkül, hogy azt orvosi diagnózissal kellene alátámasztaniuk. A törvénytervezetet a jobboldal hevesen támadja.